Jó reggelt kívánok, ez már a Start Plus, a Start után. Az ünnepi könyvhétre jelent meg magyarul Timothy Snydernek, a Yale Egyetemi világhírű professzorának legújabb könyve, amelynek témája a zsidó holokauszt, címe pedig Fekete Föld, meglehetősen súlyos alkotásit tartom a kezemben. Az óriási nemzetközi figyelmet azonban nem a témának, hanem a megközelítésnek köszönheti a szerző. A könyv alcíme szerint ugyanis figyelmeztetés. Üzenete pedig az, hogy ismét Hitler világa felé tartunk, és a borzalmak nem csak megismétlődhetnek, de logikus is, hogy így legyen. Vendégünk a fordító Soproni András, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez a könyv, ez egy elsősorban egy ennyire ijesztő vízió, mint ami az erről szóló cikkekből egyelőre kiderül, vagy azért ez a holokauszt, a múlt egy tárgyszerű feldolgozása elsősorban? Hát ugye a könyvnek a durván 80-85%-a a múltról szól. És az utolsó fejezet az, amelyik valóban intés a jövőnek. Úgyhogy az én felfogásom szerint ez elsősorban mégiscsak a holokauszt története, annak is kiemelten a kelet-európai vidékre vonatkozó részéről van szó. Mit tudunk meg Snyder professzor munkájából, amit az eddig megjelent, megszámlálhatatlanul sok holokauszt monográfiából, szakkönyvből nem? Hát, minthogy én nem ismerem a megszámlálhatatlan eddigi irodalmat, erről így nem tudok véleményt mondani. Azt meg tudom mondani, számomra mi volt nem is meglepő, hanem megrázza egyenesen. Magam is olvassam sok mindent természetesen a holokausztról, de a kelet-európai történetéről ennek a rémségnek igazából nem is azt mondom, hogy keveset, nem igen jutott el a tudatomhoz. Egyébként nem én vagyok az egyetlen, nem véletlen, hogy a könyvnek az egyik fejezete az Auschwitz paradoxon címet viseli, és ebben arról van szó, hogy hajlamosak vagyunk a holokausztot Auschwitz-szal azonosítani. Ennek van indokoltsága, mert ez ami ott történt, az iparosított gyilkosságnak egy olyan foka, olyan elembertelenedett foka, ami valóban kiemelté teszi ebben az egész rémtörténetben is, és a természetesen a magyar zsidóságnak külön, ugye emlékezetes, de a magyar zsidóság történetében ez egy különösen kiemelt helyszín volt. Valójában az Auschwitzban történtek szinte a jéghegynek a csúcsát jelentik. Azt írja viszont a szerző, hogy mind a németeknek, mind az oroszoknak nagyon jól jött a háború után, hogy minél inkább Auschwitz-szal azonosítsák a holokausztot. Miért? Ebben igaza, de ha megengedi, befejezem a gondolatot. Tehát ami Auschwitzban történt, azt megelőzte már egy hosszabb 2-3 éves szakasz, amikor Kelet-Európában, főképpen a Baltikumban, Lengyelországban több millió embert öltek meg, a szószoros értelmében manuálisan, kisipari módszerekkel, és elképzelhetetlen vérontás folyt ezeken a vidékeken. Hogy a kérdésére is válaszoljak, ugye egyfelől lehetett azt mondani, ha Auschwitzot azonosítjuk az egésszel, akkor eltűnik a másik rész, tehát a nagyobbik rész eltűnik. A szovjet részről pedig szintén megvolt az indokoltság, megvolt az érvelés arra, hogy ami a szovjetek által megszállt területen, tehát korábban a szovjetek által megszállt területen történt, az elhallgatható legyen. Na, jól értelmeztem, valami is, miről lehet szó, hogy a társadalmak felelőssége vált elhallgathatóvá, mert könnyebb volt úgy tenni, mintha a német átlagembernek kellett volna tudnia ezekről a gyilkosságokról, borzalmakról, mert lehet, hogy konkrétan az Auschwitzban történtekről, hiszen olyan messze volt, nem tudhattak, csak mindarról, a másról, amiről az előbb beszélt. Nagyon pontosan interpretálja. Illetve az összes többi táborban orosz katonák vagy orosz részvétel is volt
dolgoztak ott a fogvatartásban oroszok, Treblinkában és sok helyen máshol, és ezt el lehetett hallgatni, hogyha Auschwitzról volt kifejezetten szó. Ez kétségtelen. Tehát ugye arról, azt is mondják erről a könyvről, hogy sok szempontból újraértelmezi a holokausztot. De hogy jut el innen odáig, hogy most megint e felé, a világ felé tartunk? Nézze, a könyv abból indul ki, egyrészt Hitlernek a gondolatvilágából indul ki, amelyikben a hagyományos zsidó gyűlöletnek egy fölfokozott változata létezett, másrészt pedig a németségnek az a tapasztalata mozgatta, hogy kimerülőben vannak a természetnek az erőforrásai, és egyszerűen éhség fenyegeti a németséget, ehhez kerestek ugye különböző gyarmati megoldásokat, és Hitlernek ez a fajta megközelítése, hogy a természet nem képes eltartani az emberiséget, sok helyen ma is aktuálisra válik. Tehát most nem az élelemről van elsősorban szó, például az édesvíz. De ha a, nem tudom én, afrikai népességrobbanásra gondolunk, ilyen mennyiségű ember, ilyen számú ember eltartása valóban nehézséget okoz, ha feltételezzük, hogy a tudomány képtelen megoldásokat találni. De hogyha jól értem, akkor Hitler esetében ez leginkább az ő mániája volt, most pedig a szerző szerint van a világban egy valódi ökológiai pánik, meg az összeesküvés elméletekre való nyitottság és hajlandóság, amit ő együtt nagyon veszélyesnek lát. Végső soron a racionális magja Hitler esetében is megvolt, ahogy mondja Snyder úr, ha kikapcsoljuk a tudományt, ha a tudomány problémáit, vagy a tudomány lehetőségeit politikával próbáljuk helyettesíteni, és megfordítva. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Én is köszönöm.